Szép jó napot! Üdvözlök mindenkit! Lukács László Krisztián egyéni vállalkozó vagyok Szeged területéről, ugye? Jóformán ugye itt dolgozom legtöbbet Szegeden, és a House Service-nek a vezér igazgatója, tulajdonosa, fogalmazhatunk így. És a mai témánk az a VD40 bemutatása nem igazán arra terjedt, hogy <laughs> mire jó, inkább azt fogalmaznám itt meg, hogy mire nem jó. Mert hogy a munkáim során sajnos azt tapasztalom, hogy több esetben a VD40 okoz elég jelentős ő, problémát, kárt az ügyfeleknek, és sajnos ez az miatt alakul ki, hogy nem igazán tudják azt, hogy Valójában a vd 40 et mire kellene használni? Ugye emiatt hogy a weboldalon van egy kis segítség itt az info menüben, hogy mire jó a vd 40 Ezt ö, én nem fejből írtam, megmondom őszintén, mert hát azért ennyire okos én se vagyok, hanem utána néztem egy kicsikét. Na most többek között ö, itt éppen speciál a zár az nem szerepel, vagyis ö, úgy mondanám, hogy Uh, arra éppen nem jó. Tehát amire jó, az az ár kivételével szinte minden idézőjelbe, de arra sem minden esetben, és ezt a VD-40 gyártó uh, cég is, ez a, a Rocket Chemical vállalat is rájött, amikor ugye kifejlesztette a VD-40-et, és rájött arra, hogy ez mekkora sikert ért el, és amiatt uh, továbbfejlesztették magát a, a, a a szert, és csináltak többféle ö, anyagot ugye a családba, tehát kenőanyagot és még lehetne sorolni. Erre én most nem térnék ki, mert nem az a célom, hogy bemutassam a VD40-et, hanem az a célom, hogy ö, az embereket arról, hogy a zárra ne használják, és azt, hogy miért ne használják, jó? Ha valakit komolyan érdekel az, hogy mire jó, a VD40 itt úgymond a teljesség igényét nem tekintve, pár dolgot felsoroltam a weboldalon, mert piszok sok mindenre jó tud lenni, de ezek is inkább olyan véletlenek, mert a gyár az felkérte a felhasználó közeget arra, hogy Írják meg nekik azt, hogy mire tudták alkalmazni a VD-40-et a hétköznapi életekbe, és most ö, kitérek egy dologra itt a zár- és nyilázzáró szerviz alkalmából, mivel ugye nyilázáró szervizes is vagyok, tehát zár- és nyilázáró szerviz, illetve még klímatechnikus, légtechnikus és energetikus. És nyílászárónál például a VD40, ez, illetve lehetséges, hogy még a ragasztó eltávolítása is, de például nyílászárónál, zárónál, műanyag nyilván a gyári védő fólia eltávolítására nagyon jó. Egy jó tanács. Ö, zsíroldó és rozsdagátló hatása van. A zsíroldó, ugye az már magába foglalja azt, hogy igen, sajnos oldja a zsírt, és emiatt ö, nem igazán megfelelő, közvetlen a, hogy is mondjam, hát, kenésre. Most ide ide raktam pár ilyen zárat, és el szeretném magyarázni azt, hogy miért is nem jó. Na most az első ö, fő probléma az a bosszúság, amit okozhat a vd 40 Azt pedig azért, mert. Ö, Mindjárt keresgélek itt ilyen az árbetéteket. Direkt erre a célra gyűjtögettem itt össze, hogy megmutassam azt, hogy mire képes egy... <kül> mire képes a VD-40. Jó, és... Meg hogy mire nem. Jó, és akkor kitérünk menet közben itt a minőségre, meg a nem minőségre. Jó, szerintem annyi elég is lesz. Na, szóval a VD40 nagyon jó oldószer. Ez azt jelenti, hogy piszkosul jól lehet vele tisztítani, idézőelbe. Tehát, ha nézünk egy nagyon koszos zárbetétet, ami itt látszik a kamerán, ugye ebbe bemutatom, ebbe is bemutatom, hogy mennyire koszos. Na most ez alap esetbe kis a slozi papírra, ugye nem jön le. Na most egy kicsi VD40-et nyomunk rá. És csak hogy mi történik az zár belsejében, hogyha VD40-et használtok, látszik, hogy ez egy rászáradt valami. Na most Éppen kifogtam egy festett zárbetétet, nem, ez egy festett zárbetét volt, bocsánat, mutatok egy másikat, itt egy koszos zárbetét, ez se jön le. hogy közben a festők is gyönyörűen tönkre teszik itt a, a zárakat, és akkor ugye látszik, hogy ott koszos, ráteszem, ahol a tehát tiszta fekete a fehér papír, és ugye le is tudom vele takarítani ezt a régóta rászáradt szutykot, ott már oldja is lefele. Ez is gyönyörűen rá van száradva. Na most ez az eredménye, ezt kell látni. Na most ugyanez van a kulcsoknál is: hogyha én teszem azt, belefújok a zárba, hopá. Így, és a kulcsot úgy kolom benne, akkor bizony, sajnos a kulcsunk az ilyen gyönyörű szép festő műveletet fog végrehajtani. Ez főleg akkor kellemetlen, és ez még nem is annyira koszos, akkor kellemetlen, akkor tud kellemetlen lenni, amikor a hát fehér nadrágba vagyunk, és ezt speciálre például autó sluszkusnál ne játsszuk el. Kegyetlen csúnya tud lenni, ugye az alumínium véget, a, általában az ilyen zárt testek belsejei, autóknál főleg alumínium öntvény, alumínium spiáterből vannak, és azok bizony elég csúnyán tudnak fogni. Na most abba az esetben, itt most éppen láttam is egy ilyet, ami, hogyha szorul a zárbetétünk. Tehát ugye itt most ugye nem látszik különösebb probléma ebben a zárbetéte idézőjelben nem látszik, én már most azt mondom, hogy ez rossz. Abba az esetben használtunk vd, tehát amikor a, bocsánat, az ügyfelünk úgy gondolja, hogy ú, ez szorul és, opa, alig is megy bele. Ó, ennek a VD41 megoldás lesz, hát elmondom, hogy nagyot téved, mert hogy mi történik ilyenkor, szépen elásztatja az árbetétet, belenyomja a kulcsot, ami azonnal gyönyörűen belemegy, meg körül is fordul az árbetét, és amikor ezt elkezdi így használgatni, és ez előbb volt rá egy nagyon jó zárbetét itten, itt éppen nézegettem, ehol van-e, hogy mi alakul ki, hogy ehol -e? tehát akad, tehát itt, itt megakad, és ez, 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 lehet most ilyen kis mértékű akadás, tehát itt néha megakad a kulcs, itt, itt, itt megakad, illetve, ugye ez most szépen föllazult, de a kulcsunk, és azt úgy mutatom, hogy tényleg látszódjon nagyon, a kulcsunk az gyönyörű szépen feketít, tehát ez koszos lett. De mi történik? Most kimostuk az árbetétből a kopóanyagot, ami a csaprendszernél, illetve ennek a zármagnak a körbe-körbe forgásával, illetve amit ugye az évek folyamán összeszedegetett, kirakodott a a ide a falára, a magnak mag, falára, illetve a csap hüvely falára, ugye vannak ilyen kis csapocskák, amik ugye itt, itt, mozognak benne, erről van is videó a neten egyébként, lehet nézni. Na például ez egy olyan zárbetét, ami egyik királyba szépen forog, a másik irányba meg akad. Na most ez ugye szerencsétlen esetben, ez még ki lehet játszani, de van mikor beragad teljesen, ez VD40 okozta probléma, és az ügyfél bepánikol, mert ugye benragad vagy kiragad. Na most ebbe az esetbe jön a szakember, vagy az ügyfélnek a pánikszerű reakciója, és fogja magát, és vagy berúgja az ajtót, vagy feszegeti, vagy még több VD-40, vagy a szomszéd Józsi bácsi hozzá, és szétfúrja azt az amúgy 15-20 ezer forintos cseréből, Ö, lesz egy ilyen 40-50 ezer forint, 60, a legrosszabb esetben akár 150 ezer forintos munka amit el tudott volna kerülni avva, hogyha mondjuk tájékozódik mondjuk speciális weboldalon, én nagyon igyekszek ugye mindenféle információt megosztani itt az ügyfeleimmel, azaz veletek veled, önökkel, és csak annyit kell tenni, hogy informálódni. Érdemes, mert tényleg piszkosul el tud szaladni egy ilyen zárjavítás, ajtójavítás vagy zárrendszer javításnak a zára. Na most a WD-40 ugye többek között ezt okozza. Petróleum alapú oldószer, a petróleum ugye nagyon jó tisztítószer, használni is szoktam tisztításra helyileg. De abban az esetben, hogyha mondjuk én használom tisztításra, teszem azt mondjuk egy zárbetétet föloldok, föl hogy szépen működjön. Ha helyszínen csinálom, akkor valószínűleg VD40 vagy tisztítóspray, Ha a műhelyben csinálom, akkor csak tisztítóspray, spré. Illetve lehetséges, hogy valamilyen erősebb vegyszer is szokott még előjönni, ha megéri. Tehát általában én mindig fölhívom az ügyfelek figyelmét arra, bocsánat, hogy közben nézed, meg közben nézem, hogy hát mit rögzít, mit nem, aztán nem akarom, hogy hülyeséget csináljon itt a technika ördöge, és én mindig fő, megpróbálom fölhívni az esetleges problémákra az ügyfélnek a figyelmét, hogy ha nincs értelme, akkor nem igazán érdemes szarakodni, mondjuk teszem azt, megmentem az árbetétet, mert ugye munkadíj az munkadíj, Ö, és hát ingyen nem dolgozik senki se, ugye Krisztus sírját se őrizték ingyen. Emiatt van az, hogy azért számolni kell azzal, hogy mit éri meg, meg mit nem éri meg. Na most, ha a zárás egyszer kimegy, akkor ugye egy idézőjeles kiszállási díj, szolgáltatási díj, zárosoknál nem nagyon szoktunk kiszállási díjról beszélni, egy szolgáltatási díj van, és azon a fölött esetleg még az anyagdíj. Na most a szolgáltatási díjat előre meghatároz nem egyszerű, mert ugye soha nem tudjuk azt, tehát két egyforma zárprobléma probléma nincsen, soha nem tudjuk azt, hogy az adott probléma milyen úton, módon hárítható el, oldható meg, úgyhogy az utána a közeljövőbe problémát ne okozzon az ügyfélnek. Üh, itt föl is hívom arra a figyelmet, hogy akármennyire is akarunk, legalább 99%-os árat, vagy 90%-os árat mondani, mert sok ügyfél ezt azért kéri, nem tudunk mondani. Tehát nem tudunk, mert ugye a problémáknak az egyedisége véget, fogalmunk sincs, hogy tőlünk 5 km-re, tőlem 50 méterre se, hogy mi lehet az a probléma, amik okozhatta, hogyan tudom elhárítani, mert ugye ha mondjuk beragadt, nem biztos, hogy úgy tudom kinyitni, mint mondjuk a két héttel ezelőtti, vagy a két órával ezelőtti ajtót, vagy zárat, és emiatt ö, nem is nagyon van árajánlat, hanem fölmérés. A fölmérésnek van egy X díja, amit utána osan én jóváírok a megrendelt munkából. Ha megrendeli, ha nem, akkor elköszönünk egymástól, így jártunk, az kész. Vagy hát így járt, mert én nem, mert ugye én ö, megkaptam a pénzemet. Nálam most a jelenleg az alapdíj az 8500 forint. Nem mondom, hogy a legolcsóbb, biztos, hogy van olcsóbb, talán, vagy nem tudom. Nem foglalkozok vele, nem foglalkozok azzal, hogy konkurencia, nem konkurencia. Segíteni próbálok az ügyfeleknek, most speciállel most így az élő videó ö, műsor alapján. Egy pár apró dolgot, hogy mire kell odafigyelni záraknál, <kül> illetve, hogy mikor érdemes szakembert kihívni, illetve most... Ö, megragadom az alkalmat, és ha már zárbetétről is szó van, akkor a Mauer zárbetétet ugye ki fogom majd kicsikét hangsúlyozni jobban. Meg hát ugye maga a VD40, ami a fő téma, hogy ne használjuk, ö, fönt látszik, ne használjuk ezt a VD40-et zárra, zártechnikába, zárazásba, végképp ne. Jó, oké? Okay. Ez a feladat most. Ugye látjuk azt, hogy mi jön ki a zárból. Ez ugye több éves Őkosz. Na most, ha jön ki, akkor megy is be. Ö, több esetben találkoztam olyannal, hogy kedves ügyfél túl buzgóan zsírozta ugye a vagy VD40 ezt ugye az zárat, és ugye a kulcson, ugye, hát ha akarja, ha nem, akkor is, ugye most is itt látszik már hanyagyát, tehát itt már le is áztattam, vagy hát letöröltem, és most akárhányszor visszadugom, ez egy jó darabig ezt fogja játszani, ugye, látszik, gondolom. Jó darabig ezt fogja játszani, mert ö, hát ugye ö, ö, oldja kifele folyamatosan azt a szutykot, ami ott benne van, ami többé év alatt lerakódott. Na most, ha kifele, akkor ugye befele is van ez a mondás, idézőjelbe. Na most ez befele is ugyanúgy rakodhat. Ö, több esetben találkoztam olyan, hogy a kucs nem ment a helyére. Miért nem ment a helyére? Ugye a kucsnak van egy ütközője, amit, amit meg tudok mutatni egy tört zárbetéten, ha minden igaz egy másodperc, hogy hogy is néz ez ki. Ó, ezt akartam még majd megmutatni, azt hiszem, igen. Jó. Hogy hogyan is néz az ki, amikor egy másodperc, amikor olyan kéne találnom, ami de ugyanakkor van is hozzá kulcs Ami nem biztos, hogy lesz, 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 De lesz, mert tudok egyet. Itt is van, az valahol. ha minden igaz. Másod test csinálom, közben csak nem olyan egyszerű megtalálni azt a az zárbetétet. Oké. Okay. Na. Itt van egy szép buherel zárbetét. Na most, ugye ez úgy néz ki, próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon, hogy ugye ez a zármag, na, talán csak rá majd a kamera. Hát ez a zármag itt benne. A kulcsot mikor betolom, akkor ott látszik a kulcsnak a vége. Csak valamiért homályos. Talán túl közel vagyunk. Na mindegy, ott van a kulcsnak a vége, mindjárt ott az. Megvan. Na most ugye. Ez mögött van egy, egy ilyen kis kuplung rész. Ha megtalálom, mindjárt, csak össze kell szedni, hogy hogy is néz ez ki, de ilyenkor ugye kuplóban azt nem talál az ember, ja, lehet, hogy ott van a dobozban, bocsánat. De. Ugye ez mögött van egy kuplung rész, és ha szerencsénk van, akkor ha ez nem megy össze. Nincsen szerencsénk. Akkor még vadászok egy kicsikét, csak hogy bemutassam itt a dolgot. Na, abba már talán belemegy. Aha. Jó. Na most. Ugye ez a tolókavívő, ugye, vagyis hát ez, és ugye itt a kuplunk. Na most ugye ez úgy működik, hogy ez ugye itt középen ez, ez mozog, mozog így. Látszik? Ez ugye középállásba teljesen reteszelve van. Amikor bedugom a kulcsot, akkor eltolja az egyik irányba, és tudja fordítani a kulcs a kuplungot. A tulódat meg ugye lereteszelődik. Na most azt szokott előfordulni, hogy ide, ebbe, ahova a kulcs ide beülne, ide, ide közé, ide, a zsebből szöszök berakódnak. Ugye így most itt nem áll meg, de ugye ilyen helyen, ahol itt, itt benne van itt alulról, <tosz> oda beékelődik a szösz, és ugye a kulcsot nem fogod tudni pozícióba betolni, és elég egy fél milliméter, és akkor már nem fordul le. Na most ez, 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 is azért van, mert ugye az maga a száraz kulcs az nem szed össze semmit, azért van, mert a kedves ügyfél az zsírozza a zárbetétet, és gyönyörűen hordja a szutykot kifele is, meg befele is, a zsebbe a olajat, a zsebből meg a szözt vissza a kulcsukba. Amit igazándiból nem fog észrevenni, mert a zseb tisztítja a kulcsot, és emiatt ő nem látja azt, hogy valójában mit okozott egyszer a zsebnek, főleg a fehér nadrág, meg egyszer a, zárbe, a zárbetétnek. Na most emiatt ugye eleve minden egyes gyártó, ö, 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 vagy fogalmazzunk így, hogy nem javasolja, mert nem is kéri azt, hogy zsírozni kell az árbetéteket. Előfordul igen, hogy az árbetét szorul, azt egy záras az meg tudja mondani, hogy van -e értelme javítani, vagy nincs. Amennyiben ö... föllazul és akadás, tehát ilyen akadás van, tehát hallatszik, hogy mennyire kattok. Akadás van, vagy lóg a zármag, vagy teszem azt, nehezen fordul körbe, meg még lehetne 101 millió dolgot ő mondogatni, ugye? Vagy nehezen megy be a helyére, tehát akadva tudom belerakni a helyére, vagy be akad szintén, tehát egy pozícióba elakad, és az nem a kulcs pozíció, hanem a pont az ellentetje. Az árbetéteknél, vagy ö, itt is ugye akad már, akkor akadva megy be, tehát az e, első-második csapot nem tudja kinyomni könnyen. Vagy nehezen jön ki, tehát elakad a kulcs és nehezen tudom kirántani belőle. Itt van például itt tehát Nehéz szimulálni, de azért néha sikerül, hogy elakad, ehol -e? tehát nehezen megy bele, nehezen jön ki, akkor hívjunk szakembert. Teszem az zárná, lógazárnyelv, lóg nyelv, lógakinés Rúzz, nyelv, rúzzáraknál, keretzárrendszernél ez a csaprendszer, lóg, kézzel körbeforgatható, Sükózárendszernél ugye ott is lehet ugye, hogy lóg az egész kinincs rendszer, nem fogom kimondani, mert ugye ez vadonatúj és ezt ugye nem bontjuk ki, akkor ugye Sarokváltó rendszernél ugye itt szokott látszani nagyon, hogy tele van homokkal például. Azt nem szabad erőtetni. ugye? Akkor ö... <kül> olló előlapnál ö, teszem azt itt, a amikor az ollókkal rácsatlakozik ide, vagy az ollószár ugye ide rácsatlakozik erre a kis Karra. Ez lóg, akkor ez itt ki van lötyögősödve, ugye? Ezeket jó, azt mondjuk hogy egy hétköznapi ember nem minden esetben láthatja, de, de már akkor érdemes a szakember kihívni, ha lóg az ajtóm, nem mozog úgy, nem úgy záródik, vagy, vagy nehezen tudom lenyomni a kilincset, vagy teszem azt lenyomom, és lemarad a kilincs, vagy mondjuk, ha kilincs működtetési rúdzár van, főhúzom, ha még ha marad és lassan visszajön, az nem gond, de például fölhúzom és ropog, vagy, vagy fölhúzom és így leesik, vagy teszem azt így, ráütök az ajtóra, és így az egész zárrendszer így lecsúszik, tehát ezek a bütykök, amik ugye vannak a, az ajtó oldalánál, ezek ugye lecsúsznak. Kézzel könnyen mozgatható, most ezt ugye nem nézzük, mert ez teljesen más, egy alkatrész és a, a, maga a zárnyelv az ajtóba így kézzel mozgatom, és könnyen kijön. Ugye ez mind-mind probléma már, ugye szét van kopva az zárrendszer, és ha időbe szólunk, és nem bd 40 ne spékeljük itt a jószágot, akkor könnyen elkerülhetünk ilyen több 10-20 ezer forintos plusz kiadást. Emiatt nem győzöm hangsúlyozni, hogy tudom, hogy minden háztartásban ott van a, a VD40. Valóig az univerzális, nagyon sok mindenre jó, Ö, szerintem tizedit nem tudtam itt összeszedni itt a weboldalon, hogy mire jó. Ö, igazándiból én se fejből mondom, tehát utána néztem, és forrás szerint ki van onnan másolva. Ö, nincs ide föltüntetve, de zárazásban nem. A Mauer cég, aminek ugye én a déli régió képviselője vagyok, a Mauer cég, az kimondottan kihangsúlyozta, hogy nem, hogy csak VD40-et, tehát az összes fajta kenőanyagot, Ö, nem szabad használni az árbetétjeibe és amennyivel is a garanciát, azt ugye leótja. A kenőanyagok először, aztán meg a garancia, jó? Tehát a kenőanyag. Ez nem kenőanyag, Ö, nagyon sokan azt hiszik, hogy az nem igaz. Ö, biztos sokan észrevették, hogy bezsíroznak vele, bezsíroznak? bespréznek vele valamit, és elkezd feketedni. Feketedni, tehát ilyen, ilyen kiülés van, tehát így kiül a kosz. Ö, melyiken mutassam meg. Tehát, hogy most tele nyomom ezt itt a végén, hogy oda-oda kiül, kiül, mert átfújja, és amikor ö, használatban van, ugye, akkor gyönyörűen jön kifele ez a fekete szutyók, ami ott látszik a kamerába is. Tehát gyönyörűen mossa át fel a rendszert. Na most az a probléma, hogy ezáltal nem, hogy csak mossa, ugye a kopás az úgy működik, hogy a felületi egyenőtlenség ugye, az úgymond a súrlódás hatására, melyben súrlódók alkatrészek vannak, lekopnak. Na most ezek valahova beülnek, és így ezáltal még simább felület alakul ki. Ezt nem volna szabad, ezek főleg autósok tudják, hengerfej és dugattyú működése. Ö, nem igazán volna szabad eltávolítani. ha azt eltávolítjuk, a kopott felületnek ugye a kopásból eredő méretváltozása ö, ki fog ülni ilyen formába, hogy Lógni fog. Na most nem csak ez fog lógni, hanem az egész csaprendszer, ami ugye itt van benne, és emiatt ugye már pontatlan lesz, félre fog beszélni, és emiatt gyönyörűen akad az a zárbetét, amit sokszor kisebb, írja nyitni, sokszor kisebb írja nyitni az ember. Hát ebben az esetben nem igazán nyerő, hogyha olyan vegyszert vagy olyan kenőanyagot próbálunk használni, éppen speciál nem kenőanyag, hanem oldószer menetlazításra is elfogadható, de egyébként vízzel is lehet menetet lazítani, hogy hozzá tegyem. Na most én zsírzásra, én az euró elzetnek, jól jó. euró elzetnek ezt a zár és a vasalat kenőanyagját használom, nálam ez nagyon jó bevált, mindig tartok a kocsiba ilyen kisebbet, ez ilyen 100 ml-es, ha minden igaz, ezt én azt hiszem 700-800 forintért szoktam adni az ügyfeleknek, Na most ennek a tulajdonsága, az, tehát én azért szeretem ezt, egyébként a VD40 is jó, mert ugye van pöcse neki, ezt én azért szeretem, mert nem illan el, ugyanakkor viszont egy nagyon finom filmréteget képezés nem old vissza, tehát nem koszol vissza, ha szépen használjuk, és záraknál is úgy szoktam használni, hogy benyomom a zárnyelvet, és itt belenyúlok a zárt testbe. Egész mélyre bele tudok nyúlni, befújom, és ugye azóta szétfolyik. Na most öö, öö, ezt is csak portán zárnál, vagy kapuzárnál szoktam alkalmazni, mert ajtóba ugye hát nem egészséges, hogy az ajtó csicsogni fog a cusztó. És ezt azért mondom, mert én nem csicsogis... nem öö, csicsogig... na... Tehát nem rakok bele annyi olajat, hogy az csicsogjon, de e, tudom azt, hogy nagyon sok ügyfél úgy van vele, ha már egy szét csinálja, akkor az hat szóljon. A volt, hogy mikor kivettem az árbetétet, meg az átestet, akkor ó, olyan fekete voltam, mint a kémény belseje. Na most ennek az a jó tulajdonsága, mondom, hogy ő, tehát ez eleve ugye kenőanyag, Ö, hol is tudnám ezt megmutatni, na most ez elterül, tehát ráfújom a felületre és gyönyörűen, tehát ez így folyik, tehát el tud terülni, viszont ahova odafújom, ott, ott is marad, tehát ott egy kenőanyagot ö, hoz létre, minimális viszkozitása van, tehát tapad, a, a másik jó tulajdonság, hogy nem oldja a szutykot, oly mértékben egyébként minden folyadék, tehát minden kenőanyag valamennyire old, de olyan mértékben, mint a BD40 nem oldja, inkább ken. illetve az, hogy tényleg ő, például kapuzáraknál, ugye portázárnál, tehát külsőknél én például ugye bele szoktam nyúlni, elszoktam egy picit áztatni magát a mechanikát, hogy a víz az ne tegye tönkre a zárszerkezetet, nagyon jó védi, idézőjelben ameddig az élete tart, hát én azt szoktam mondani, hogy 5 évig kibírja egy zár, zárbetét, akkor az már tapsolós, hát megmondom őszintén, hogy nem is igazán emlékszek vissza arra, hogy valójában volt-e ilyen probléma, hogy nem tudta kiszolgálni, volt garanciális probléma, igen, ügyfél által hozott valami ilyen, ilyen ócsó, ilyen tidál, meg ilyesmivel, de hát az nem garanciális probléma, hát az az ő hibája, majd erre is kifogok térni mert hogy igen, volt rá precedens, hogy fölhívott az ügyfél, Tidál. Cselepes sori piacon 500 forint, és már lapon furt. És elmondtam neki a díjakat, és azt mondta ennyi, ő 10 darab ilyen betétet vesz, és még marad is. Hát mondom, jó, semmi baj, csak ne találkozzunk később. Na most, hát később nem, éjszaka találkoztunk, Hát szerencsésen az új tidán zárnak, valahogy kioperálták a régit, ö, leszakadt a mag rögzítő gyűrűje, ugye ez itt ez a rész, ez a nyak, ez itt elszakadt, és ez a mag, ez félállásba, se kisebbe meg me, beszorult, tehát nem tudták kinyitni az ajtót, illetve hát nem is tudtak kulcsot belerakni, de a másik oldalról sem működött, mert valahogy beékelődött neki a izéje, a kuplungja, és emiatt ugye se kisebbe. Tehát csak ki kellett menni, és hát ráadásul majdnem duplájába került, mert ugye éjszaka volt ez a műtét, és az ügyfél érthetetlen kedve ö, hogy mert hogy én délután nem ezt mondtam neki. Ö, tudjuk azt, hogy 0-24 az ügyelet, idézőjelben, ügyelet. Normál munkaidős nyitva tartásunk az reggel 8-tól 9 délután 4-5-3, akár meddig tart. Azon, azon túl ügyelet van ügyelet, és ez nem kényszer ügyelet, tehát ez nem állami alkalmazott cég, hanem ezt mi döntöttünk így, hogy igenis szolgáljuk önöket, titeket, Viszont előfordul, sajnos nem tudunk odaérni minden egyes problémához. Többek között azért, mert már vagy problémát oldunk meg, vagy vidéken dolgozunk, vagy vidékről jövünk, vagy hát emberek vagyunk és család, Probléma nálunk is előfordulhat, összetörik az autót, teszem azt, de bármi, tehát, tehát így kell hozzánk állni. Nagyon szívesen segítünk, viszont nagyon sok esetben van az, hogy elégedetlen az ügyfél, vagy azért, mert nem veszük föl, vagy azért, mert túl az árat, vagy azért, mert nem tudom, mert ő ezt megteheti. Ö, egyet ne felejtsünk el, hogy önszántunkból ön csináljuk ezt, hogy segítsünk nektek, segítsünk önöknek. Nagyon nem egyszerű ez az egész, mert maga a szakma se olyan, olyan egyszerű. Sokszor olyan esetekbe hívnak ki, ahol már elkerülhető lett volna a probléma, ha időben ugye szakembert hívunk, illetve ö, hát már valaki elkezdte azt a problémát megdolgozni. Ügyfél, mert hozzá. Na most mondunk egy nyitásra, mondjuk teszem az 15.000 forintot. De mindig úgy kell mérlegelni, hogy ebben a nyitásba az ajtója megmarad az illetőnek, nem sérül meg, megsérülhet, mert ez ott van benne, emberek vagyunk, bármi történt, szétrobban a szerszám, vagy valami, mert ugye turbómaró, stb. vagy fúrógép. Tehát ez, ez azért benne van, ezt le kell nyelni, a problémát elkerülni sokkal egyszerűbb, mint mondjuk a probléma elhárítását megoldani. Ezt mi zárosok, és most az összes kollega nevében mondom, hogy százszázalékosan próbálunk azon lenni, hogy minél kevesebb ö, járulékos kár keletkezzen, és minél gyorsabban megoldjuk a problémáitokat, problémáikat önöknek, viszont nem mindig sikerül. Most ebben az esetben ö, hát van, aki, én például olyan vagyok, hogyha... Nem vagyok annyira belemerülve, de azért általában mindig, tehát hogy mint egy jó fogorvos, folyamatosan mondom azt, hogy mivel járhat ez, mivel járhat az, na most itt van egy kisebb probléma, ezt én még javasolom, hogy megcsináljuk, vagy ebből adódóan kialakulhat, még akár az is. Tehát ugye ez is egy olyan szakma, hogy itt csak is akkor tudunk pontosárat mondani, amikor ott vagyunk és látjuk a problémát. Illetve hát még akkor se biztos, hanem akkor majd, mikor szét van bontva, és akkor kiderülnek a turpiságok, mert voltak itt már egyedi dolgok. Na most az, mikor valaki megkeres, és mondjunk árat, hát alapdíj ennyi, anyag meg ettől ennyi. Körülbelül ezt tudjuk mondani, Árajatot nem tudunk pontosan, és ezt most a, a nagyobb hivataloknak, cégeknek mondjuk, vagy mondom, közlöm, hogy azért nem tudunk pontos árat mondani ilyen dolgokra, akkor talán be lehetne lőni, hogyha mondjuk egy ilyen keretszerződés kötne az illető ö, cég, mondjuk teszem a specielle, mondjuk ö, jelen esetben akár velem, vagy valamelyik záras kollégával, mert mi ugye kollégánként kezelünk, kezeljük egymást, mert akkor egy idő után kialakul egy összkép, hogy ö, teszem azt mondjuk egy ö, ö, bizonyos épületbe, mondjuk a klinikákon, mik vannak, milyen problémákra számítson, illetve ugye arról nem is beszél, hogy ott egy keres, teljesen más rendszerben van az egész, tehát az egyediség, az más kategória, vagy mondjuk egy keretszerződéses munka. Úgyhogy nagyon szépen megkérem, ha abba az esetben, hogy ott kérnek, azt, azt vegyék figyelembe, hogy ez, 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 ez tehát ez, ez nem egy Mit mondja? Klímakarbatartás. Mert hogy klímás is vagyok, ugye? Tehát ez, ez nem egy klímakarbatartásról szól. Itt nem lehet általánosítani semmit sem. Tehát az a probléma nagyon sok cégnél, ugye, előfordul az, hogy tologatják, 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 halmozati probléma alakul ki, és több esetben már, már az ajtó is megsinni annak a kárát, hogy rángatják azt a zárat, stb. Kimozgósodik a kilincs, megszakad a, 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 a háza a, a zárnak, kiszakad, elreped, sőt, rúdoság azt az ajtót, megreped ugye a, a, zárt okozata, ugye az ajtófaszba be van, ugye ajtószányba ugye be van építve, ezeket ugye hárítani kell, lehetséges, hogy egy lemezelést kell hozzá csinálni, de akkor mondják azt, hogy rejtett legyen a csavarozás, tehát esztétikus, szálcsiszolt, rosdamentes, stb. Ez mind, mind egy olyan kategória, amit nem lehet, tehát így ezt nem lehet megmondani. Tolik van, 8500 forinttól fölfele, Udi van, 120 forint kilométerenként, még most annyi volt, de most lehetséges, hogy a benzin Benzin, hát ez az üze, üze, pánik, üzemanyag, nem is tudom, ez a, a hülyeség, ami most van. Emiatt ugye sajnos muszáj lesz egy kicsikét tolni, fölfele, és úgy alakul majd ki egy össz, ö, é, kép a, a zárazásba. Egyébként ki lehet indulni abból, hogy alapdíj plusz anyagdíj és akkor majd az kiderül. Természetesen úgy működik, hogyha amennyiben nem tudunk árat mondani, kimegyünk, és akkor közöljük, tehát fölmérem. Most már ugye visszatérek inkább magamnak. Kimegyek, fölmérem az adott munkát, és 8500 forint alapdíjat felmérése elkérek. De ez, az ala, ez a, ez a felmérési díj, ez abban az esetben, ha, jó, ha megrendeli, tehát megrendeled a munkát, akkor én ezt száz százaléba jóvá írom. Ha nem rendeled meg, akkor elköszönünk egymástól, és kalapkabát, el van felejtve a munka. Én ezt tartom egy hónapig, tehát ha egy hónapon belül visszahívsz, és meg van rendelve az adott munka, akkor a száz százaléba jóvá írom. Ha nem, akkor hát sajnos az állapot az változik, nem is beszélhetünk ugyanarról, majd azt én eldöntöm, hogy ö, tartom, tehát hogy jóváírom írom neked, vagy nem, de ezt meg kell érteni, hogy ö, ha egy éve voltam kint, akkor hát egy év múlva nem találkozunk javítási díjba. Tehát ezt el kell, ezt el kell fogadni. Jó? Oké? Okay? Tehát ez, ez maradjon így. Na és visszatérve a zárakra, euh, tehát a WD-40-et nem használjuk a zárba. spréknél tartottunk, ugye van a zár és vasalat zsírzó, vagy kenőanyag spré Én ezt szoktam vinni általában magammal, nem csalódtam benne, tényleg nagyon jó illetve hát VD40-et néha, hogyha olyan speciális a dolog, akkor használom, illetve fúrás, vágásnál is lehet alkalmazni. Ennek van egy nagyobb műhelyváltozata, változata, és ezeket szoktam alkalmazni. Na most van a, ami még nagyon jó, az a bűtnek ez a, ez a HHS 2000, ennek olyan tulajdonsága van, hogy ahova fújom, ott marad, és nem vándorol el, tehát itt most ráfújom, szépen széterül nem tudom mennyire látszik a kamerába, ott látszik, hogy szétterült, és mikor a, a vívőanyag elpároló, gondastól kezdve ez nem folyik sem erre. Ami rossz tulajdonsága talán az, hogy szennyeződést azt nagyon szeret összeszedni, mert hogy ragad, és annyira ragad, hogyha én ezt a vécapapírt most ide belerak, nyomom, akkor az ott fog maradni. Tehát ennek ez a rossz tulajdonsága van, egy ilyen kis ragadós, nyákos kis felület keletkezik, de a kenőanyag az mindig ott van, ahol kell. Tehát ez még egy nagyon jó, illetve van még a másik, ez, a, ez egy ilyen teflonos spray fehér, ez is ott marad, ahova fújom, és nem is nagyon szeret széterülni. Az, az kizárt, hogy itt elkezdem fújni és lemegy az aljára föl kell rázni, <laughs> viszont nagyon nagy előnye, hogy nem koszolódik, ezt motorosok használják lánc zsírzásra. Ezeket szoktam alkalmazni, kerékpár, motoros bordba. ez megkapható, a másik az ugye vűrt. A Vürt -nél, ugye Szegeden a Dorozsmai úton van. A, hát a vd 40 ne beszéljünk, ezt nem tudom, hogy hol lehet kapni, nálam van, 7-800 forint körül van a kicsi, ugye ez most a beszerzésétől függ függően, illetve a nagy, ezt szoktam magamnál hordani, ezt műhelybe tartom, ebből nincs is eladó, megmondom őszintén, ha valakinek eset rendelni tudok. Nagyon kiadós egyébként. Záraknál, tehát rúdzánál nem azt csináljuk ám, hogy minden lukba ahova csak lehet, tehát az felejtős. Ide rakunk egy pici pöttyöt a tetejére, hogy a, a a görgő a fogadón el tudjon csúszni. Ennyi. Sarok váltónál szoktuk még esetleg alkalmazni. Itt ezt a, itt van egy ilyen kis furat ez most vagy fölül, vagy alul, attól függ, hogy a zárás hogy rakja össze, vagy hát az asztalos, meg ide ebbe a részbe szoktunk fújni, hogy ez a picike kis lemez, ami ugye ebbe itt fut, tehát itt, itt látszik, itt szabad, de ugye amikor ez be van szerelve, itt hátul, már nem látjuk, akkor hogy annak a felső felületét, ami ugye ide ráfeszül a házra, azt kenje meg, mert ugye ez csak egy pici acél és hogy azt egy picit segítse. Ennyit szoktunk csinálni, zárakban mondom, hogy ha kapuba van, akkor ugye picit elő szoktuk, ö, zsírozni, olajozni, hogy ö, védjük a rozsde ellen. A zárnyelvet ide szoktunk rakni egy picike kis csöppet, én legalábbis ezt szoktam alkalmazni, hogy egy picit ide fújok rá a kinyis nyelvre, és utána újra szépen itt szétkenem, illetve a hátulját meg szoktam kenni, és jó szakát. Illetve ennek a fogadó oldalát, lépcsőházakban ez egy nagyon jó tanács, ha elektromos zár van, akkor ö, szoktuk. Ö, ugye elő fordulni az a probléma, hogy amikor csukja az olajbe olajos fék, olajos ajtóbehúzó az ajtószányát, akkor megakad ugye a pozíció előtt. Az azért van, mert vagy ki van száradva a nyelv, vagy nehezen mozog. ezt ugye felszoktuk elnézést, ezt föl szoktuk lazítani, ugye picikek picik egy kis prével, illetve itt meg szoktuk kenni, és akkor a fogadón el tud csúszni szépen ez a. Ö, úgymond ez a nyelv, és szépen be tudja tolni a helyére, és beakad a, a zára pozícióba, a zárfogadóba. Ö, mit akarok még mondani? Bocsánat, csak közben itten kezdek kiszáradni. és muszáj egy kicsikét ápolni a hangcsatornát. Na most, mit is akartam mondani? Igen, az árbetéteknél ugye kínai ajtóknál, kínai, 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 réz, 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 alumínium. A tidár szintén ilyen alumíniós piáter valami, és ennek van egy tesója, a je. Ez már réz, anyag és valami, de ennek is lóga magja, mint a. a, pont az. Nem mondanám. Ö, vd 40 ugye semmibe nem ajánlatos. De most fölhívom a figyelmet, hogy kínai ajtóba végképne. Jó? Tehát abban végképne, mert abban másodpercben nyírja kifele a rendszer. Ugye itt látszik is, hogy ez, ez kapott bőven. Ennek az lett az eredménye, hogy idő előtt ki lett hívva a kedves zára szaki, és mentette a menthetőt. Na most azt hozzá kell tennem, hogy kínai zárbetét biztonsági fokozat. Hát nem tudom mennyire látszik, ez réz, viszont a kulcs az, opa. Viszont a kulcs az, az valahogy iszonyú, uh, iszonyú béna. Ott látszik egy csap, két csap. lószar. már bocsánat nincs tovább. Meg Látszik a minő a különbség. Majd egy centivel rövidebb, sőt, még többen is. Szóval én nem is értem ezt az egészet, és részből van. Azt szoktam javasolni ebbe az esetben, hogy kínai ajtón eleve ahogy megvan az ajtó, és mondjuk a felújítás lezajlott. És festő levonult, most visszadta a kulcsot, nem adta, azonnal cseréljük ki legalább egy ilyen középkategória közepe teteje zárbetétre. A középkategória közepe teteje az ilyen titán I6 Abus D HD45 és fölötte. Vagy felső kategória alja az a <kül> Mauer Elite Extra például ez már mondjuk kifutóba van, most ehelyett jött a Guard, illetve van még az elit, amit hoztam ide. Ugye az elit, ezek most nagyon-nagyon-nagyon profizárak. Na most azt hozzáteszem, hogy az alapzárbetétekre egy év garanciát adnak ugye a gyártók, és most nem a kínairól beszélünk, hanem ugye a, komolyabb ugye a, a rotó, elzet, Tesa és ugye e fölött amiket a Titáni hat az abusz utána van a tokoz az mondjuk három évet ad a kezó ha jól tudom három évet ad ha ad egyáltalán és e fölött még ugye vannak még de garanciába egyik se ad három vagy annál több évet. Na most én ezt innen le is fogom söpreni ide gyorsan vissza, mert ezt úgy érzem kiveséztük. Erről nem akarok többet beszélni. Persze minden zárbetét kapható gombos verzióba, most ilyen lapos füles, akármibe, akkor itt van a kínai mestermű. Ezek ugye kapható a gombos verzióba, fogaskerekesbe, tehát heveder zárba való, akkor ő... <kül> mindenféle kivitelben, mindenféle fogaskerékkel, többek között, a Mauer is. Ami kitűnik a Mauernél, mindjárt csak ezeket itt, még pár dolgot itt vagyok. Ami kitűnik a Mauernél, az ugye maga a garancia és a háttér. Jó. Maga a garancia, a háttér, a minőség. Na most abba az esetben, hogyha teszem azt, menteni kell valakit, és arra kerül a sor, mert mondjuk benagadom az árvetét, ami, amit az ügyfél megjavított. Előfordult az, hogy hívtak, vagy fölhívtak, elindultam, Ugye 15 percen belül általában elindulunk, ha speciális telephelyen vagyunk, vagy éppen úgy végzünk a munkával. De közben félúton voltam, és hívott az ügyfél, és ez mondjuk korrekt, hogy legalább hívott, igaz nem 5 perce utána, mert ugye ha elindulunk, és nem 5 perce hív, az azt jelenti, hogy már azért jó-jó elindultunk, és általában az árasok azok haladnak. De azért jó napja van az embernek, akkor el tudja nézni, mindegy, főhívott, és azt mondja, megoldódott a probléma, találtak VD40-et, és leápolták az árbetétet. És itt azt az árbetétet akarom elővenni, amelyik... Melyik volt? Ezt itten. És... Leápolták VD40-nel, nem ment bele a kulcs, ha jótom az volt a probléma. Telenyomták vd 40 nel ugye mert ez is pont azt csinálta az előbb egyébként, nem ment bele. Itt jó, gyönyörű szép tekete a kulcs, nem tudom mennyire látszik. És fölhívott, és azt mondja, vd 40 nel telenyomták, és megoldódott a probléma, mondom. Tartósan megoldódott vagy? Pillanatnyilag. Mert mondom, én, én az ilyen esetben azért szkeptikus lennék, és cseréném az árat azonnal. Nyitva van az ajtó, és... Ilyenkor könnyebb a csere. Hát persze, hogy a záras is örül annak, hogyha nyitott ajtónál kell zárat cserélni, mert ugye járulékos kárt nem fog okozni. A zártöréssel való zárnyításnál sajnos abban az esetben, hogyha zárat törünk, akkor ugye ahol fölfekszik a zár, ugye itt a a, a zárt az oldalán, ez könnyen megfeszülhet úgy, hogy akár tönkre is mehet. És ez mondjuk nem egy portálzárnál, de mondjuk egy rúdzárnál, egy 10-20-30 ezer fontos rúdzárnál, azért az jelentős többletköltség, amit ugye sajnos az ügyfélnek magára kell vállalnia, mivel hogy az áras az nyit. És nem állatmódjára, de vannak olyan esetek, amikor a járulékos kár elkerülése nem lehetséges. És ez többek, több esetben ügyféli mulasztás véget alakul, vagy ügyféli okoskodás véget. Ebben az esetben fölhívjuk a figyelmet, és hát persze megpróbáljuk megcsinálni, de amikor nem kerülhető a zármaktörés, akkor ugye van a fúrás. Tehát el kell dönteni. Ez... Egy elég komoly fúrásnak az eredménye. Ott egy titán hidat látunk, és az végig lett darálva. Az volt a kérés, hogy semmi ne sérüljön, nem foglalkozik az ügyfél az árral. Az árral, nem az zárral, hanem az árával, hogy mennyi lesz kinyitva. Ez egy szólnoki nyitás volt, egy biztosításos nyitás. Ezt elhoztam direkt, hogy megmutassam. A helyzet az az volt, hogy ez törni lehetetlen volt szinte. Egy azért, mert elég mélyen ült, tényleg szakszerű zárbetét volt. Ez egy rotó zárbetét, egy elég komoly rotó zárbetét. És hát az ügyfél se tudta, én se tudtam hirtelen, nem is gondoltam, hogy ilyen komoly zárbetét volt benne. Egy gyémántal lett végig furva, és hát munkadíjat nem mondok rá, hogy mennyi, tehát mennyire jött ki csak a munkadíja ennek a fúrásának, de az összköltség az 98 ezer forint körül volt, amit a biztosító teljes mértékben kifizetett, mert hogy a cél az az volt, hogy az ajtót mentsük, meg egy helyi vállalkozó az vállalta volna, hogy fölfeszíti az ajtót. De mondjuk itt ebben az esetben ez nem volt elkerülhető, mert a zármag valamiért szétugrott, és hát látszik ez egy komoly zárbetét, nem is volt igazándiból nagyon idős, de... Hát ez így adódott, így jött ki, tehát itt muszáj volt fúrni, megoldottam a problémát természetesen, nagyon komoly munka volt vele, de azért másfél óra így is majdnem, hogy ki volt nyitva, aztán jött a helyreállítás, nem sérült meg semmi, egy pici karistolás lett a pajzson. Tehát még a pajzsot is megmentettem, Ö, az ügyfél az nagyon-nagyon örült, és ugye ez a cél, hogy elégedett, boldog ügyfeleket hagyjunk hátra, nem az a célunk, hogy lehúzzuk az embereket, viszont azért mindenhez kell szerszám, illetve hát szaktudás. Na most ugye a biztosító ebbe az esetbe fizetett, mert hogy szakvélemény kértek ugye tőlem, amit én egy ódalba szépen lesírtam, hogy ez mi történt, hogy történt, és hogy miért én nyitottam szolnokon. Hát az údi az majdnem több lett, mint az egész ő, hercehurca, de a helyi záros, Kollegára hivatkozva, amire nem vagyok most büszke, aki azt mondta, hogy ha nem tudja kinyitni, már pedig valószínűleg fúrással nem ment volna, akkor abban az esetben kifeszíti az ajtót. Erre az ügyfél azt mondta, hogy, köszön, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Na most azt tudni, tudni kell, hogy ő, itt így jártunk egyébként, ezt most azért hoztam föl, hogy amikor fúlni kell. Na most abban az esetben, az ügyfél elégedetten mondja, hogy megoldotta, és hogy nem kéri a szolgáltatást, megúszta volna nyitott ajtónál. Megúszta volna, és ez tavaly volt, 6500 forintos alapdíjon, plusz az anyagár, ugye egy normális zárbetét, amit ugye vagy mi viszünk, vagy ő hoz egyet, csak akkor kicsikét többe kerül a munka, ezt vagy megértitek, vagy nem. Ö, és ö, akkor megúszta volna ilyen alapdíjon, mondjuk ilyen 15-20 ezer forintból. Na most éjszaka, hát újra hívott ez az illető, hogy tartós megoldás az eddig tartott, és nagy baj van, mert kiszorultak és hűvös van, és nem tudnak bemenni a lakásba. <coughs> Ebben az esetben nem úgy kezeljük az ügyfelet, hogy hát akkor megmutatjuk, nem, hanem akkor sajnos a felárat, az éjszakai felárat, az ki kell fizetni, és az alapból 50% plusz díj az egészre, nem az anyagra, tehát a munkadíjra. És mivel csukott az ajtó, nem alapdíjas, Ugye itt is az van, hogy ki kellett nyitni úgy, hogy ne sérüljön más, ki is lett nyitva, de aztán kiderült, hogy itt már volt több kókányolás, és hát ez a procedúra közel 60 000 forintba fájt az illetőnek plusz álfába a 20.000 forintos játék. Na most ugye ilyen esetben ugye nem kioktatólag, de azért oda, szúr, oda, szoktuk szúrni az, hogy és ugye mi lett volna, hogyha délután ezt lerendezzük. Persze, hogy mi is jobban örültünk volna neki, mert éjszaka fölkelni, kimenni, Hát emberek vagyunk, igaz, hogy 24 órába dolgozunk, de 8-tól 4-ig meg, az a normális. És mi szeretünk pihenni. Van, hogy előfordul, hogy nem tudjuk az összes telefont lereagálni időbe, vagy egyáltalán. Lehetséges, hogy már nem fogadott hívás van a telefonon, mert előtte, ahol voltam éppen, nem, nem hallottam meg, mert dolgoztam, zajogtam. Igen, egy ilyen fúrás az nagy zajjal jár mert egy speciális gyémánt fejjel, én legalábbis azzal fúrok, nem spirálfúróval, és nem teszem tönkre a környező dolgokat. Itt ugye ő egy ilyen speciális pajzs volt az ajtón, emiatt ugye nem, nem akartuk szétfúrni, egyéb esetben egy alap azt leszoktuk fúrni, és ha lehet törni, törjük. Hát ez mondjuk nem tört volna el, úgyhogy ebben az esetben itt csak is a fúrás volt a legjobb, legegyszerűbb megoldás. Na most a fúrás védelemről annyit, hogy a az árbetéteknél, a zárbetéteknél a az, Mauer-nél az mindegyik típus fúrás védelemmel van látva, és ugye ez fokozódhat is. Ö, azt be is tudom mutatni, ahogy ezt itt gyorsan lezártuk. Tehát a lényeg az, hogy itt itt ö, ügyfelek vannak, akik ugye spórolásból ö, aztán háromszoros áron megúszták a problémát. Ö, higgyék! El, hogy nem az a célja a árasnak, hogy lehúzzon, de meg kéne fogadni a tanácsokat sok esetben. Tehát itt is a VD40 az, 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 kárt okoz, tönkre teszi az árat, és, és, és nem jó irányba vagyunk akkor, hogyha a VD40-nel fújjuk tele, meg minden csicsok tőle minden, és utána akár hányszor kihúzom korom fekete a izé, de ebben, hogyha zsebre akom, akkor még teszem is bele a cuccot, és lehetséges, hogy az árbetét az mondjuk nem olyan állapotú, mint ez, és még menthető lenne, mert ez mondjuk ez már nem, ez pont egy ilyen eset volt, nehezen ki tudtuk játszani, nem kellett fúrni, törni, de egyet tisztázunk, nem értesz az zárhoz, bocsánat, hogy így mondom, nem értenek az zárhoz, kulcs be, fordul, nem fordul, baj van, ugye? Tehát körülbelül ennyi, ennyire értetek az zárhoz. Az áras az, az, nagyon sok esetben ránézés már meg sok esetben idézője Mondjuk ezt csak így megfordítom, és már megmondom, hogy ez csere. <kül> és el kell fogadni, ha cseréni kell, cseréni kell. A biztonságon nem szabad spórolni, és most ő célzok a minőségi zárvetétekre, is, és most az is készítem itt egy kis plusz bemutatóval ide a videó végére, hogy Noha ez egy abusz zárbetétés jó hír nevében áll, az abusznál nagyon sokszor előfordul a kulcs ragadás. Hogy vagy nem megy be, vagy nem jön ki a betétből az a kulcs, és olyan esetben szokták az ügyfelek a jól bevált VD40-et alkalmazni, ami pillanatnyilag megoldja a problémát, de tényleg csak pillanatnyilag. És utána jönnek a komolyabb problémák, a nyitás. A nyitást azt el kell fogadni, hogy ha azt akarod, hogy az ajtód egybe maradjon, akkor az áras fogja kinyitni. Vagy ha annyira, ott állsz, hogy szerszám is megvan hozzá, meg, meg tudod azt, hogy mit csinálsz, akkor utcú neki. Ennek csak örülünk, hogyha házon belül meg tudjátok oldani, és nem kell az árasnak mondjuk éjszaka kivonulni, de abban az esetben, hogyha elkezdesz furkálódzani meg, meg, és nem tudja még miket, és mondjuk mégiscsak záros lesz a vége, akkor meg készüljél föl arra, hogy vagy drágábban csinálja meg, vagy többe fog kerülni a járulékos károkozás, amit okoztál, mert sajnos ö, előfordult már olyan precedens is, hogy az illető neki állt szépen egy aksis behajtó, egy tízes fúró, átgyúgta rajta, és még elkezdett így kóbászolni. Na, ennek az eredmény az volt, hogy az elején az ajtónak, meg a hátulján az ajtónak ilyen 4 centis krátert csinált, egy gyönyörű szép fajtón, és azt úgy tudtam eltüntetni, hogy egy ilyen speciális ö, záró lemezt csináltunk rá, rozsdamentes szácsiszolt anyagból, rejtett csavarozással, gyönyörű lett idézőjelbe, de nem kellett volna. Na most ennek a lemeznek, ugye ezt lézerre szoktam kivágatni, illetve megtervezni ugye számítógépen, szépen ugye méretek alapján, tehát kétszer ki kell menni pluszba, jó formán ugye, mert mikor letisztul, hogy mégis egyeztetni az ügyféle, aztán elmenni egy lézervágós céghez, ők kivágják, összekészített, szácsiszolod, lakkozod esetleg még, kimész a helyszínre és gyönyörűen föltelepíted, de ugye ott volt még egy egyedi kilincs kívánság is, és akkor mikor ennek vége van, kidől a végén, mi derül ki? Az, hogy lehet, hogy 30 40 ne olcsóbb lett volna. De nem tudunk mit tenni, a problémát meg kell oldani, az ajtót nem kellett kicserélni, még mindig olcsóbb volt, igaz, volt olyan ügyfél, öö, 40, 5000 forint körül volt egy ablakjavítás, dupla szárnyas, és a közép rúdzár ment tönkre. A dupla tudni kell azt, hogy a, a, a zár, tehát a rúdzár a, a, a fix szárnyak a fogadó részére együtt cserélendő. Na most a régieknél, ami ódalt bukott, azok most az újabb záraknál már átálltak. Na most régi zárrendszert már nem lehet kapni, én még össze tudom hozni, ha más nem egy adaptert használok, de így speciálen nem kellett, mert a fogazat az illet. Viszont plusz alkatrészek voltak. Ez itt cappak, és bukott, buk, tehát ez itt cappak került 45-be plusz a munka, vagy munkadíjastó együtt, és hát az ügyfélnek a fia közölte, hogy ennyi már ablakot kapott volna. Na most én megértem, ez most ércelődés, viccelődés, abba az esetben, hogyha egy szolgáltató, egy munkadíjat kiszab, és én az a típus vagyok, aki nagyon sokat mérlegel, és nem az, hogy most piros merci áll a ház előtt, hanem az, hogy a realitások talaján maradjunk, és próbálok mindig segíteni és engedni. Ugye látszik a weboldalon a 25%-os, 10-15-25%-os Kedvezmény, ugye, ami, ami létezik, tehát, hogyha valaki ezt komolyan gondolja, és utána néz, akár még ö, nyerhet is vele. <kül> Illetve helyileg szoktam ö, visszatérő vásárlóknak, kisgyerekeseknek, nagyon sűrűn, tehát én azért segíteni próbálok de nem hagyom azt, hogy alkudjanak. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy drágán dolgozik az árasa szakember, akkor mindig azon gondolkozzon hogy ő képes-e a problémát, az adott problémát elhárítani, illetve ne viccelődjünk ezzel, hogy egy ablakot, egy duplaszányos ablakot nem kapunk meg 60 ezer forinté, akármennyire jó poénnak tűnik, sajnos nem, még csak ablaknak látszó tárgyat se kapunk, de ha véletlen kap, akkor hozzon kettőt belőle, ugyanakkor a méretűt, az egyiket azt át fogom venni. Viszont, hogyha véletlenül kapaszkodsz, még ki kell vinni a helyszínre, a régit ki kell venni a helyéről, 15-20 ezer forintért szokták a nyilázárót bontani, kb. ugyanennyibe építik, és még majdnem ugyanennyi helyreállítják. Festő, burkoló, akárki. Tehát így ezt így mérlegeljük, jó? Tehát azt mindig tudni kell, hogy egy záras az adott feladatot, az adott körülmények között a leggyorsabban tudja orvosolni a problémát. Az azt jelenti, hogy ha mondjuk berúgta azt az ajtót is akár, mert volt már a precedens, és némelyik záros, aki él az affinitás, mint például én, még asztalos munkába is belefolyunk, tehát akár még fasz is hajtok végre a helyszínen, Ö, sokkal gyorsabb, sokkal minőségibb, mert lehetséges, hogy új ablakot kap, aztán, bocsánat, de szar hitvány zárrendszerrel, amihöz szintén ki kell hívni a nyílázárost, vagy éppen speciál a zárast, mert már tényleg olyan szintű. Itt Szegeden és környékén nem igazán van, aki műanyag nyílázárokkal foglalkozik rajtam kívül, bár lenne, komolyabban, páncsere, stb. ugye, ez a weboldalon minden szépen le van írva, hogy mivel foglalkozok, és ha ezt így összeadjuk, akkor azt érdemes mérlegelni, hogy éjszaka, éjfél egy órakor, Kimegy az áras, kinyitja az ajtót, ablakot, de mondjuk ajtót, kicseréli az árat, működik az zár, zárható, nyitható és nem tette tönkre az ajtót, nem kell két hétig várni burkolóra, festőre, bontóra, segédmunkásra, akármire. Ezt mindig így kell értékelni, vagy hát mérlegelni, és hogyha teszem azt mondjuk egy speciál egy ajtónyitási művelet, mondjuk teszem azt közel 90 ezer forintba is kerülni, vagy akár 150 000-be is, még mindig ott van az, hogy ez 15 másfél alatt kész volt. Tehát ne, ne, ne jöjjünk azzal, hogy akár új ajtót, nem. Tehát most egy normális, komoly ajtó, olyan 350-400 ezer forint körül van. Igaz, én mindig azt szoktam mondani, hogy legalább ilyen tudású ablak és ajtó, de megközelítőleg nem. Tehát, hogyha egy kompletten kicseréljük a zárat egy ablakba, egy ajtóba, egy ajtóba, pántokkal együtt se kerül annyiba, elméletileg, ha csak nincsen tényleg szétrugdosva, és a járulékos munka annyira magas, de abban az esetben igen volt már a precedens, hogy azt mondtam, hogy cseréni kell, mert ezt már nem éri megjavítani. Általában, hogyha komplett cserét hajtunk végre, és megéri megcsinálni, ha már csak azt nézzük, hogy másfél-két óra alatt ez készen van. Akkor szokott tovább tartani, makó vasalatoknál, mert ugye annak a beszerzése kicsit bonyolultabb, drágább, és elég nehézkes a beszerzés, ha volt már a másfél Hónap, illetve sükó zárrendszernél előfordul, hogy a bizonyos adott alkatrészre akár hónapokat kell várni. Hát ebben az esetben valami köztes megoldást kitalálunk. Ha más nem, legalább zár, zárni, bezárom az ajtót, ablakot, és utána szépen orvosoljuk a problémát. Röviden, tömören most itt a, az éjszakai munkáról, magáról az egészre, hogy mit érdemes fontolóra venni. Ö, és akkor most a Mauer zárvetét, ami ugye a videó a nap fénypontja. Uh, ugye egy év alapesetben egy sima zárbetétnek, zárrendszernek, zárbetétnek ugye a garanciája. Uh, van egy-két szolgáltató, aki, vagy gyártó, aki még ad egy picivel többet, ugye tokoznál három év, vagy öt év, ha jól, nem, tokoznál öt év, ha jól tudom, a, a kezónál három év. Na most a Mauer az alapból tíz évet ad mindegyik típusára. Itt most, itt most jelenleg itt van az összes típus illetve az újakból nincsen, mert hogy létezik az MV5, ez MV4, illetve a Guard, ami még nincsen, most itt nincsen, de a lényeg az az, hogy 10 év garancia van rá, teljes körűen másolás védett, még az alapzárbetét is, csak is kódkártyával lehet másolni, csak kódkártya felmutatásával lehet másolni. Nincs ilyen, hogy biztos, hogy az enyém. Igazolnia kell, hogy az övé az zárbetét, és fel kell mutatni a kártyát. Abban az esetben, ha elhagyja az kártyát, akkor ugye az, aki telepítette a árbetétet, azt tudja majd igazolni, emiatt ugye az áras az, aki utána következő potenciális ember. tíz év a garancia úgy, hogy semmiféle kenőanyagot nem lát hoztam ide szilikon, tehát abban az esetben, ha nincsen zsírzóspré záraknál, nagyon sokat tud segíteni a szilikon, a sima, a sima szilikon. Nem összekeverendő keverendő, keverendő a zillatosított műszerfalápolóval, ugyanúgy Prevent, Tesco akárhol lehet kapni, Viszont még a szilikonsprét is lehet alkalmazni. De zárbetétben az azt mondom, ha csak lehet, ne. Vagy ha fújunk, igen, még egy olyan trükk, ha mindenáron akarunk a zárbetétben nyomni anyagot, akkor én azt szoktam javasolni a kedves ügyfélnek, hogy zsírzó sprét nem vd 40 nem VD40-et, sprét, és olyat, ami nem ragacsos, tehát itt most nem a vűrtöt, hanem mondjuk ezt, vagy a szilikonsprét fogjuk, és fújunk egy picit a kulcsra. Ennyi másik oldalra is, és ezt beledugjuk a kulcsukba, egyszer, kihúzom, megfordítom, beledugom még egyszer, kihúzom és letörlöm. Ennyi volt a zsírzás, oké? Okay. Tehát ennél többet nem, nem szabad. És szépen szárazra törlöm, jó? Tehát ennyi, jó? De egyébként mondom, tehát egyetlen egy gyártó és a mower kimondottan kitért arra, nem is működik már, tehát a Maurer kimondottan kitért arra, hogy a zárbetétjeibe semmiféle kenőanyagot nem hajlandó elfogadni. Mert hogy 10 év garancia van, és a 10 év garancia az teljes élettartamra szól. Ö, visszajelzések alapján 15-20 éves zárbetét is van, ami még nem jutott hozzá. A Mauer zárbetétről meg itt van a. Ha valakit érdekel, akkor a mauer.hu-ra fölmegy, ő a magyarországi disztribúció. Én ugye a déli régiónak, Csongrán megye és a többi déli megyéknek a, a nagy kereskedelme vagyok. Ö, ott ugye nagyon sok információt megtalál a, a, a zárbetétről, hogy miért is mauer, miért is jó a mauer. Ugye az MV4, ami most látszik a képen, az ugye ő egy nagyon esztétikus kis zárbetét, ennek a kulcsa. Alapból három darab kulcsára az MV4-eshez. Így próbálom élőben megmutatni. Már teszek mögé valamit. Tehát így, így, és akkor a kamera rá tud szépen zoomolni, azaz. Ugye itt látszanak a, az aktív alkatrészek, ugye ott a két görgő, a kígyómarás és ugye a pontfúrás, mind az élén, mind a két élén és ugye mind a két oldalán jelenleg ez a piacon elérhető egyik leg árérték arányba a legprofibb zárbetét, nagyon magas biztonsági fokozat, Ugye hogy a weboldalon minden olvasható, az 1500 kg-os maghúzás elleni védelemmel rendelkezik, kígyómart, laponfurt, kulcs, teljesen másolás védett, Annyi hibája talán van, de ugye a komolyabb zárbetéteknél alapból három darab kulcsot kap ugye a kedves felhasználó, ügyfél. Létezik egy kulcsos, tehát egy kulcsos, ez, ez egy egy kulcsos zárrendszer, ez a két betét, ezt ugye egy, egy kulcs viszi, úgy mit jelent az, az, hogy ezt is ebben tudom nyitni, ezt is ebben tudom nyitni, oké, okay. és ha minden igaz, akkor ez még vészfunkciós is, ami mostan, tehát a mostani új ő, Mauer zárbetétekbe alapból benne van. A vészfunkció az meg ugye azt jelenti, hogy elméletileg mind a két oldalról nyitható. Tehát ha benne van belülről hagyva a zárbetét, vagy a kulcs a zárbetétbe, és el is van fordítva, akkor kívülről hazaérkezik apuci, belenyomja a zárbetétbe, és már nyitja is, persze tekeri a belsejét is. Jó, ja, tehát ez a vészfunkció, remélem látszik rendesen. Na most az MV4-ben alapból benne van egy 6000 forintos plusz dolog, ami bizonyos zárbetéteknél nincs, az MV4-nél már alapból benne van. Egyébként bármelyik másik ö, zárbetétet is lehet avval kérni, vészfunkcióval, fogaskerékkel, Miskolci fogaskerekes, tehát Miskolci Hevederzárhoz lehet kérni bármelyik zárbetétet egyelőre, de én meg tudom csinálni elméletileg másik fajta zárbetéthez is. A kódkártya az olyan, mint a személyigazolvány, ennek a pótlása nagyon és pénzbe is kerül. Nagyon bonyolult, és pénzbe kerül. Ö, az, a Mauer főkulcsos, egykulcsos zárendszereket irodákba javasoljuk leginkább, természetesen otthon is nagyon jó, például, hogyha valakinek van egy műhelye, de még otthon is van mondjuk a lakás, akkor ugye egy kulcsa tud mindenhova bemenni, le lehet lépcsőz, lépcsőzetesen ugye szakaszolni, hogy mondjuk a takarítónő csak a műhelybe, vagy a kollégák csak a műhelybe tudnak bemenni, és a lakásba én ugyanabban a kulcsal a lakásomba is be tudok menni, de ha mondjuk még van egy kis hátsó tároló, oda mondjuk az asszony nem engedem be. Például, mert ott van a kis susmus dolog, például, tehát ö, 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 ilyen lehetőségei vannak a főkulcsos, illetve egykulcsos zárrendszereknek, a vészfunkció meg ugye főleg időskorú embereknél nagyon javasolt, hogyha mondjuk még az régi-régi gondolkodású idősekről beszélünk, akik ugye még abba a zárt világba értek, ahol ugye voltak ezek a sima tollas kulcsok. Mindjárt mutatok is egyet, hogy miről is beszélek. Tehát ezekről az árakról beszélek, ugye ebből nagyon sokféle létezik, ugye sima ez a tollas kulcs, idézőjelben egy tollas kulcs. Ugye régen ugye azt mondták, akkor vagy biztonságban, hogyha belerakod a kulcsot, azt elfordítod. Mert ugye akkor nem bírja kitolni. Mert ha ezt a kulcsot, ugye ha itt van benne, és ebből az irányból, tehát megtolom, akkor ugye, látszik a kamerán, látszik, akkor ugye kiesik és akkor kívülről egy sima, bocsánat, de egy sima dróttal, ezt könnyebben lehet nyitogatni, de hogyha benne van a kulcs, azért, azért eléggé komoly problémát tud okozni a kedves behatoló számára. Közben itt úgy néz ki, hogy kellene a számítógépet is. Na, és a lényeg az, hogy ott szoktuk javasolni a vészfunkciót időseknél, ahol a kulcsot, ugye, Hát nem ebbe a fajtába, hoppá, tehát nem ebbe a fajtába, nem ebbe az ilyen fajta zárba, hanem a komolyabb zárba benne hagyja. Na most gondoljunk bele, hogy teszem azt mondjuk 10, most egy normális, ugye mert ez méretfüggő, tehát hogy milyen méret, ugye a 30, 30, 30 31, 31 a Mauerből, az alapméret, ugye, ez méret függő. teszem a speciális mondjuk egy 20 ezer forintos zárbetét, és az idős hölgy, úr, Benne hagyja a kulcsot az árba, jön a gondozó vagy éppen a hozzátartozó, aki kívülről beralakná a kulcsot, de nem bírja. És hát persze evidens, hogy be fog pánikolni, mert nem tudja, hogy mi van, mély alvó, meg, meg, meg. Most ne gondoljunk egyből a legrosszabbra, de sajnos volt már olyan eset, hogy haláleset volt. És az is a mi dolgunk, hogy amíg nem érnek ki a mentők, addig nyugtassuk a tulajdonosokat, vagy éppen a hozzátartozót, és ebbe az esetben, hát perceken is múlhat az élet, mert elesik egy idős, beveri a fejét, ö, öt ízbe sikerült így, hál' Istennek menteni idős ö, hozzátartozót, viszont, ha nincs meg a vészfunkció, akkor, és ha komoly zárbetét van benne, akkor a nyitás is eléggé bonyolult, és mondjuk ha komoly is az ajtó, akkor nem biztos, hogy a tűzoltó így bemegy. Evidens, hogy életmentés esetén ugye az anyagi kárt okozást azt ő, nem szoktuk nézni, de azért arra is gondolni kell, hogy azt az ajtót zárhatóvá kéne ő, tenni, vagy zárt, zárható állapotba kéne otthagyni. A tűzoltóknál ez nem elsődleges feladat, sajnos kaptam már rá a elutasító a választ is, mert hogy ő, ahol kim voltam, belük szembe éppen tűzoltóság volt ki, pont egy ilyen esethez. Hát nem tudták ezt a lehetőséget, mert az akkori parancsnok nem ismerte el az árasoknak a munkáját, vagy nem tudom. A lényeg az az, hogy odarohantam és mondtam, hogy szívesen segítek tök ingyen. És hát az volt a válasz, hogy köszönjük, de már megoldjuk. Rágy ilyen, mert hogy beszélgettünk ott közben még a tűzoltó sofőre, vagy akárkivel, és mondta, jaj, rohant egyik kollega, és azt mondja, hogy hát most csúnyán fogalmazok, azt mondta, hogy na, az meg ezek éjszakára nem lesznek ajtóva. Tehát, és ez még olyan vicces is volt, nagyon rossz, tehát egy, egy, egy záros záras ezt hallja, hát ez, ez ég, tehát ez kegyetlen. Na mindegy, és hát igen, sajnos utána jön az áras, és a alap 10-15 ezer, mert ők jutottak be gyorsabban, valami majdnem fél óráig szenvedtek vele, és az alap 15-20 ezer forintos munka, jelen esetben, hogy ingyen vállaltam volna, csak azért segítsek, lesz majd egy ilyen száz, vagy akár egy autócserés. Na most emiatt ugye érdemes ugye elgondolkodni a vészfunkción, időseknél főleg, de egyéb esetben is, hát a kedves ügyvédem, nem mondom a nevét, ő ezzel szembesült, többször kéretmáncs zárva, és ha találkozik a videóval, üdvözöllek. Ö, csak a, annyit kell majd eldöntened, hogy miből és mennyit, jó? Tehát bármikor indulok és csinálom. És hát ő már többször beleesett ebbe a cipőbe, hogy kizárták, és hát a vészfunkcióz ezt az elkerülné. Nem, nem. Téves. Ha valaki azt gondolja, hogy belülről benne van a kulcs, akkor a betörő is könnyebben bejut. Nem, kizárt, nem, egyáltalán nem lesz egyszerűbb dolga a betörőnek. Ha egy kulcsosítva van a zárbetét rendszer, abban az esetben sincsen könnyebb dolga a betörőnek, főleg, hogy a malware az garanciát vállal erre, tehát ez manipuláció ellen, <kül> bumpinké, meg még sorolhatnánk még, hogy mennyiféle védelemmel el van látva a maga a zárbetét. Komolyabb zárbetéteknél egyébként a betörők, tehát már a betörőnek is, a, már, már, a kedve is elmegy a próbálkozástól. Na most, hogyha a malware-rel szembesül, akkor kb. hátat fordít. Amire még oda kell figyelni, és ezt most így zárásképpen elmondom, közben itt mutogatom itt a zárbetéteket, ez például egy Mauer Elite Miskolci fogaskerekes zárbetét, ugye, hogy mi, mi, miket ugye megcsinálnak ugye a Mauer zárbetéttel, gyönyörű szépen dolgozik, kívülről belülről, és hogy ő Téves elmélet az, hogy a betörőnek könnyebb a dolga, hogyha fölkulcsos rendszer, meg, meg vészfunkció, meg, meg fogaskerekes. A gombos az más, és itt most különös ő, tekínő, vagy, hangsúlyt ő, fektetek a kínai gombos zárbetétre. A kínaiak gyártanak hozzá speciális kulcsot, és ki lehet nyitni. Úgyhogy nem javasolt a gombos-kínai zárbetét. Ö, <kül> még annyit, hogy a a betörő. Ha több zár van a, az ajtón, és ezt most mivel följött a szó a betörésről, és azt veszed észre, hogy az egyik zárad, tegnap még jó volt, ma már nem jó, nehezen megy bele a kulcs, bepillanatragasztózták, vagy akármi, és kívül, belülről ki tud nyitni, de belülről, kívülről már nem tud bezárni, abba az esetben nem mész dolgozni, nem sietsz sehova, kihívod a zárást és azonnal kicserélitek. Mert azt manipulációnak hívják, valószínűleg a jobbik zárbetétedet tönkretették, azért be tudjanak törni. Jó, nincs jó, -e, hogy sietek. Ha az a főnök, amelyik ezt nem érti meg, akkor az bocsánat, de az nem főnök. Abban az esetben, abban másodpercben rendőrség, vagy ha nem is rendőrség, Záras, és majd a záras elmondja, hogy ez ez minek a milyen következmény, vagy hát mi, mi történhetett. Beletörhetnek gyufaszálat, pillanatragasztó, bármi. Tehát az a lényeg, hogy a legjobb, tehát a jobbiknak minősülő záradat tönkre teszi ahhoz, hogy ő a bejutást ő elősegítse saját magának. Tehát nincs olyan, hogy, hogy az egyik záraz működik. Valószínűleg az a betörő tudja azt, hogy föl tudja mérni azt, hogy a te záradnak az állapota, annak a minősége olyan, hogy ő pillanatok alatt be fog jutni. És hogy emiatt, hogyha ilyet látsz, és nem szabad spórolni, tudom, hogy nagyon szar, mert éppen most tetetted bele a 15.000 forintos Mauer zárbetétet, de... Már lehet, hogy benfigyel egy 150 ezeres tévé, vagy, a, vagy az égszerek, vagy a családi ékszerek, vagy a nem tudom akármicsoda, egy, 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 kilós aranytömb az asztalon mondjuk. Azt azért, nem szok, azt azért szoktam javasolni, hogy amennyiben az illetők posztolósak Facebookon, és egy kis biztonsági tanácsadás ide a végére a videónak, abba az esetben nagyon figyeljetek oda arra, hogy a háttérben mit mutattok meg. Mert a betörők a Facebookot imádják. Stim. Ha véletlen van egy kilós aranyrudad, akkor azt ne tedd már ki a háttérbe. Jó, az azt arra, hogy nyomod a szelfit, hogy... mert akkor a betörő azt tudni fogja. És elmondom, ha véletlen tényleg ilyen kép kerül föl, és lehet, hogy kamu, lehet, hogy tényleg egy jó poénnak szánod, hát a betörő az meg fog győződni róla, hidd Oké, okay. tehát én azt javaslom, hogy ilyen esetben, ha posztolósak vagytok, és ez gyereket is föl kell, gyereknek a figyelmét is hívni arra, a gyerekeknek, kiskorúaknak, ha játszanak bárhol, csevegnek, mint ahogy mi is szoktunk, mert én is szoktam ugye játékvideót föltölteni, találkozni fogtok vele, valószínűleg, és bízom benne, hogy egyre többet, mert az azt jelenti, hogy akkor követitek a videókat, és tényleg technológiát, tehát szakmai tanácsadást is próbálok megosztani akkor ő föl kell hívni a kiskorúak vagy a fiatalkorúak figyelmét, és nem csak üdvőjékét, az idősekét is ugyanúgy föl kell hívni, hogy igenis, ha posztolok, akkor ne látszódjon a háttérbe a van. Jó? Tehát lehet egy kilós aranytömb, lehet tök mindegy, régiség, érmék, bélyegek, stb. De ne posztoljátok meg, mert a fő betörőnek fölnyílik a szeme. Ezek erre vannak Kér esetben, az azonnal meglátja, lehet, hogy egy kuplerájban meg fogja látni, amit te nem is, már lehet, hogy már évek óta kereső, ki fogja szúrni. És be fog menni, és el fogja vinni, és nem, nem, se a Mauer, se a akármilyen izé, az Eva, meg a többi nem fogja megállítani a betörőt, a falon keresztül fog bemenni, ha egy kilós aranytöm van Oké, tehát ezt tisztázzuk, maradjunk ennyiben, hogy ha érték van, jó, bár páncélszekrény is, ugye, jó, tehát trezor se látszódjon, mert ugye annak meg az a problémája, hogy nem tudja, hogy mi van benne, és ahol van trezor, arra gondol, hogy abban van valami. És általában szokott is, jó. És erre vigyázni kell, jó, tehát egy kis, egy kis segítség a biztonságtechnikába. A biztonságon ne spóroljatok, zárbetét, és most nem azt mondom, hogy malware, de 10 év garanciában nincs másik zárbetét. Oké? Okay? És elég aktuális az állista, lehet ö, érdeklődni, vagy nézelődni a weboldalon. Különben akciókban, ugye általában vannak elég sűrűn akciók, tehát itt most speciele egy malware... Elite Guard, ott van 8990 forint, és teljes körű másolásvédelem, tehát csak kártyával, ehhez 5 darab kulcs jár, szabadalmaztatott kulcsprofil, fúrásvédelemmel el van látva, és törésvédelemmel is. Úgyhogy ha úgy érzitek, hogy ez érdekes lehet a számotokra, akkor nem szabad ezen spóron így állítani, hogy mi az, ami érdekel, ugye az ár az avnak függvényébe fog változni, például 41-41-es zárbetétnek a jelenlegi kiskereskedelmi ára 12.890 forint, ennyiért ilyen tudású zárbetétet nem kaphatsz. Oké, okay? csak is itt nálunk, úgyhogy ha érdekes a dolog, a weboldalon lévő elérhetőségeimen, Bármikor elérhető vagyok, hanem akkor nagyon egyszerű, akár még SMS-t is lehet írni, jó, tehát a telefonszám az mindenhol ott van, nyugodtan lehet SMS-t írni, de akár rám lehet írni Facebookon is, mert Facebookon is fönt vagyok, nem titok, Lukás Rászló Krisztián vagyok, bemutatkozom, végre az arcomat is látjátok, Ö, és... 16 éve vagyok már vállalkozó különben, és igyekszek még egy darabig itt is maradni, hogy segítsem itt a. a ezt akartam, a Facebookot. Tehát Facebookon is ugye itt vagyok, Facebookon is van. Ö, több csoport, amit ugye uralunk, vagy uralok, ugye van a House Service Team, nyugodtan lehet csatlakozni, itt is igyekszem az információkat ugye napra készen tartani, valamint ugye a játékos csatolódik egy másik csoport, hogyha gondoljátok, oda is be lehet nyugodtan csatlakozni, ami a Pentoxin Stream Team oldala, ugye csak most valami a Facebook megfagyott, tehát az a Pentoxin Stream Team csoport, és ide nyugodtan be lehet csatlakozni, <coughs> nem haragszunk meg érte, jelenleg még fiatal a csoport, 35 tagunk van, és majd itt lesznek meghirdetve, illetve hát ezen keresztül lesznek játékok végezve, nyereményjátékok, akciók, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne zárbetétet, mondjuk jó minőségbe, egy kicsikét olcsóban, akkor ne legyéres bekövetni, Youtube-on, hozzászólni nyugodtan, lehet kommentelni. Ha úgy érzitek, hogy van kérdéses téma, nyugodtan meg lehet kérdezni, igyekszek ugyanígy videóba válaszolni, illetve föliratkozni, regisztrálni, nem, nem szabad elfelejteni, regisztrálni kell a pentoxin.hu oldalon, ö, ennek többféle oka van, ugye többek között a nyereményeket ugye valahogy át kell adni, és aki nyerni akar, az bizony adjon is egy picikét, nem, nincs visszaélés az adatokkal, egyébként zárosként ö, nagyon, tehát százszázalékosan odafigyelek az adatkezelésre. Erről van nyilatkozat a House service az adatkezelési nyilatkozatban. Úgyhogy nagyon bizalmasak, bizalmasan kezeljük az, az adatokat, harmadik félnek nem adjuk ki, csak is a rendőrségnek, ha nyomozati eljárás folyik az illető adott személy ellen. Még egy utolsó szóba. Ennyit. Lukás László Krisztián voltam egyéni vállalkozó, Szeged és környékén dolgozom, de egyébként az egész országba elmegyek bármikor bárkinek segíteni, ha tudok, vagy akár telefonon, illetve Pox Chris a Pentoxin Stream Teamből, ugye ahogy látszik most a weboldalon, és nagyon örülök, hogy tudok segíteni az embereknek, és bízom benne, hogy kedvet hoztam, akár a Mauer zárbetéthez, elkeftelenítettelek benneteket a VD40-től. Ha a akkor lehet a VD40-nek természetesen van zsírzóspré, de az, az, ha jól tudom, zöld, talán nem tudom, pontosan nem használom. Nekem nagyon jó beváltak, amik vannak, de utána kell olvasni, viszont ha érdekel, odaírjátok a kommentbe, kiderítek mindent, azt is, hogy hol lehet beszerezni, esetleg még akár be is szerezem, úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, még egyszer bízom benne, hogy találkozunk azaz hát nem, <laughs> mert ugye ha az áras problémával futunk össze, akkor az mindig csak nyűg, viszont bízom benne, hogy engem hívtok, hogyha probléma van, és biztos, hogy tudok segíteni, illetve hogy az én segítségemet fogjátok kérni, és abban is bízom, hogy ezzel a kis videóval segítettem abban, hogy kevesebb kárral, kevesebb kiadással, gyorsabban, esetleg akár még házilag is, mert sokszor egyébként egy normális kenőanyagnak a használata, megfelelő használatával is akár éveket lehet spórolni egy zárcserén, illetve hogy ő, <coughs> ha meg már elő kialakult a probléma, akkor ha más nem legalább tanácsba is tudok segíteni, tudtam segíteni, úgyhogy bízom benne, hogy a videóm az meghozza a várva hatást, és tájékozódni fogtok. Mind a weboldalon, illetve hát majd figyelni a videókat, mert igyekszem azért mondom föltölteni. A weboldalon igyekszek, vagy hát már jelenleg is nagyon sok információ fönn van, és ha annak úgy felét hajlandók, lennétek elolvasni, és már nagy segítség lehetne. Jó? És a kollégákról annyit, hogy igen, mi zárasok azért vagyunk, hogy segítsünk. Nem poénból, és nem jókedből. Hát jókedből, én szeretem a munkámat tényleg egyébként. Viszont tényleg, tehát segítsünk egymásnak. Mi azzal, hogy megoldjuk a problémát, ti, meg a türelmetekkel? Jó, köszönöm szépen, úgy végszóra. Pentoxin stream teamből voltam, a pox Krisz Lukács László egyéni vállalkozó, Lukács László, Krisztián. Krisztiánnak szólítanak, nem haragszok meg, ha tegeződünk, bárki tegezhet, sőt, örülnék neki egészen a 150 éves korig, és Krisztiánnak hívtok, az, az nagy megtiszteltetés, tiszteltetés, úgyhogy köszönöm szépen. További szép napot kívánok mindenkinek, biztonságban, és minél kevesebb zár problémában. De ha már van, akkor House Service Team a csapatotok. Jó? Köszönöm szépen, sziasztok!